Már üresek a medencék, víznek alig akad nyoma. Április 15-én hétfőn mehettek utoljára a vendégek úszni, szaunázni és a gyerekek edzeni. Leginkább a vízcsere az oka annak, hogy leálltunk az úszodával. Évente két alkalommal le kell cserélni a nagy medencébe, meg a gyermekmedencébe a vizet, a forgatott vizet, azért, hogy fölfrissítjük, meg ez az üzemetet is utasítanak benne van. Ősszel szokott nagyobb felújítás lenni. Persze ebben a két hétben is lesz munkájuk bőven az ott dolgozóknak. Most egy tisztaság, takarítás, fugázás, próbáljuk a nagy medence, vagy a termálmedencét rendbehozni. Az íves medence üzemelt most már az utolsó két hétben, mert a körmedence annyira rossz állapotban volt a burkolata neki, hogy nem mertem tovább vállalni a kockázatot abba a fürdetésre, ezért megnyitottuk az íves medencét. Az őszi leállásig, mikor vissza kell állni, addigra mindenféleképpen valami szakcéggel szeretnénk megcsináltatni az a körmedencét. A termálmedence vas szerkezetének részleges festését is elvégzik. Megpucolják az ablakokat, kitakarítják a szivattyúkat, a szűrőket. A nagy medence bizonyos részein fogázás is lesz. Május 1-ére ki fogunk nyitni, szerdai nappal, két hétig tartjuk bezárva az úszodát, addigra újra feltöltjük friss vízzel, megkezeljük a különböző vegyszerekkel, és fürdés alkalmas állapotba várjuk május 1-én a vendégeinket.